Azért jöttünk össze, nem? Hogy miért is? Miért jöttünk ide? Kit várunk? Mikulást! A Táncsics iskola igazgatója köszöntötte a kicsiket és kicsit nagyobbakat azon a különleges és ünnepi alkalmon, amikor a Mikulást várhatták együtt a tornateremben. Természetesen az előkészületekben maguk a manók segítettek, hogy minél szebbek legyenek a várakozás percei. Nem csak a Mikulás volt ugyanis a különleges vendég. A legapróbbakat, de már majdnem iskolásokat várták. Leginkább a most óvodás, nagycsoportos gyerekeket várjuk, hogy itt az iskolába, hiszen a toronyba fél hétkor jön, de ide már bejelentkezett, hogy ide előbb megérkezik egy kicsit, és talán meg tudjuk lepni nem csak a kicsiket, hanem a Mikulást is a kis műsorunkkal. A Mikulást először az iskola tücsök kórusának műsorával igyekeztek ide csalogatni. De természetesen az igazi Mikulás csalogató dalokat is elénekelték a kicsik és nagyobbak. Természetesen meg is érkezett a Mikulás, akinek nem csak a gyerekek örültek. A felnőttek számára is kicsit visszaidézik ezek az alkalmak a gyermekkort, sőt újra gyerekek lehetnek kicsit, mondta az egyik manó. Visszajön a lelkesedésünk, a motivációnk, jó látni a gyerekeken a meglepődést, hogy a szokásos tanítónénik most egy kicsit más szerepbe bújtak bele, és szerintem ezzel őnekik is egy kicsit meghozzuk a kedvüket, hogy ezt az iskolát megnézzék, meglátogassák. A Táncsics iskolába járó gyerekek nem csak énekkel, színdarabbal is megörvendeztették az óvodásokat, és persze a Mikulást is, aki természetesen szaloncukorral mondott köszönetet mindenkinek, aki itt, a Táncsics iskola tornatermében is énekkel várta. Köszönöm szépen!